talán fontos adalék lehet. Az egyik egyébként az Innermetrics-nek egy nemzetközi kutatása, ahol 3000 vezetőt kérdeztek meg Magyarországról, Németországból és egyébként az USA-ból, és hát a kutatásnak az eredménye az lett, hogy a vezetők erősen stresszesek, és hát egyszerűen önmagukkal nem élnek harmóniában, túlhajszoltak, és hát ez egy nagyon érdekes pont, nem képesek az elégedettségre. És hogyha most megnézem egyébként az utóbbi mondjuk 2 év vezetőfejlesztési tapasztalatát, csak amit nálunk a cégben van, akkor ez szó szerint visszaköszön. És addig, ameddig egyébként eddig a vezetőknek a fejlesztését, a középvezetők fejlesztését, főként a kompetencia fejlesztése, az eszközök fejlesztésére tettük, eddig mostanában mindig az alapot az emberi és lelki tényezőknek a helyrehozása adja, és csak utána tudunk egy lépcsőt tovább lépni. A siker képlete a kutatás szerint az az, hogy az önismeretet érdemes fejleszteni, a mindfulness képességet és az aktív figyelem elsajátítását. És akkor hoztam nektek még egy kutatást, ez a Microsoft Work Trendnek az indexe, amit egyébként a Krisztina Maslach kiégés kutató vezényelte le, és azt képzeljétek el, tehát, hogy minden második vezető küzd kiégési problémával. Minden második. Ha most itt lennénk így személyesen, akkor, és így azt mondanám, hogy tegye föl a kezét az, aki küzd ezzel a kiégéssel, akkor szerintem itt is talán hoznánk ezt az átlagot. Sőt, mi több, a tavalyi év során voltam egy nyári kikapcsolódáson egy nagy csapattal, és ott a kiégést vettük szintén górcső alá, és még egy nyári, úgymond vitorlázás keretében is bizony föltették a vezetők a kezüket, hogy ők abszolút kiégettek, ami egyébként főként a munkahelyi stressznek az eredménye. És hát hoz egyfajta cinikus magatartás magával, és hát sajnos egy teljesítményront.